Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Dalma asszonyt és Mált Ferenc köztársasági elnök urat, Szabad Györgyöt, az első szabadon választott parlament egykori elnökét, volt minisztertársaimat és a magyar polgári nemzeti oldal meghatározó személyiségeit. Köszönjük szépen, hogy együtt vannak itt velünk ma délután. Mint hallhatták, azért jöttünk össze, hogy lezárjuk ezt a politikai évadot, ha úgy tetszik, formát adjunk a politikai életnek. Mégiscsak intelligensebb dolog lezárni, bevégezni valamit, mint egyszerűen hagyni, hogy elfogjon, elvékonyodjon, kifáradjon és megszűnjön. Több dolgot is tanultam Schmidt Páltól, amikor alelnöke volt a Fidesznek, rendszeresen idézett egy spanyol bölcsességet, miszerint a dolgok véget akarnak maguknak, vagyis az évadokat, a korszakokat illő lezárni, és nem hagyni, hogy csak úgy maguktól bevegződjenek. Az összejövetelünknek azonban van egy másik célja is, folytatva a Navracsis Tibor gondolatait, hogy közösen vessünk számot egy új helyzettel. Hiszen nem kétséges, hogy március 9-én a népszavazással lezárult egy korszak. A népszavazás lényegében megvonta a közbizalmat Magyarország kormányától. Világossá tette, ezt így folytatni nem lehet. A kormány lényegében meg is bukott, szét is esett, kisebbségi kormánnyá silányult. Valójában felhatalmazás nélkül kormányoz. Arra, amit most tesz, illetve nem tesz, arra az összetételre, ahogyan ezt teszi, illetve nem teszi, soha senki nem hatalmazta fel. A szocialisták, ha jól értem, szembenéztek az előttünk álló új korszakkal, és meghozták a maguk döntését. Addig húzzák, ameddig lehet. Lesz, ami lesz. Azonban, tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt hiszem nem vetnek számot valamivel, ami pedig fontos, sőt, döntő lehet a jövőre nézve. Ugyanis március 9-ével nem csak a többségi kormányzás ért véget Magyarországon, hanem egy gondolkodásmód korszaka is lezárult. Véget ért a reform diktatúra korszaka is. A boldoggá, moderné, progresszívé teszlek benneteket, ha belekevettek is, no az eféle gondolkodásmód felett is meghúzták a lélekharangot. Önök is tudják, hogy politikai diktatúrákat ideológiák nevében szoktak gyakorolni, legyen szó fasizmusról, vagy éppen a kommunizmusról. A reform diktatúrát, azt a szakértői felsőbbrendűség, a mi jobban tudjuk, sőt, csak mi tudjuk, vagyis a technokrata gőg nevében szoktak gyakorolni. A szocialisták ezt akarják folytatni. Azt akarják folytatni, ami folytathatatlan, mert csak újabb és újabb elutasításokat vált majd ki. Ismerjük jól a saját népünket. A magyarok csak egyetlen esetben nyerik le azt, ha felülről mondják meg nekik, hogy mi a dolguk. Akkor, hogyha ez pénzzel vagy kézzel fogható haszonnal jár. Ha nem, akkor ebura fakó, ugocsa, non koronát. Kedves szocialisták, értsétek már meg, az emberekkel szemben, Magyarországon, gazdasági válság idején nem lehet kormányozni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az összevetelünk legfontosabb célja azonban igazi értelme az, hogy szembenézzünk a valóságos helyzettel. Egyenesen kimondjunk dolgokat, amelyeket Magyarországon valamilyen okból ma senki sem mer kimondani. Ezzel az egyenes beszéddel tartozunk egymásnak, tartozunk az embereknek, hiszen sem a kormánytól, sem mástól nem várhatjuk, hogy egyenesen kimondja, mi a helyzet. A helyzet lényege két szóban összefoglalva így hangzik. Nincs idő. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mondjuk ki egyenesen, a világ egy új globális gazdasági átalakulás küszöbén áll, sőt, belépett annak előszobájába. A nyakunkba szakadó gyors átalakulást az energia, a nyersanyagok és az élelmiszerek árrobbanása jelzi. Nem reménykedhetünk abban, hogy mindez átmeneti lesz, nem reménykedhetünk abban, hogy visszaáll a régi rend. A régi világgazdasági rend nem fog visszaállni. A kérdés csak az, milyen gyorsan és milyen hullámokat vetve halad az átalakulás. A kőolaj ára 6 év alatt 6-szorosára nőtt. Az utóbbi egy évben megkétszereződött. A földgáz ára vágtat. A szállítási, a termelési költségek elszabadultak,
az élelmiszer árak felszöktek. Lássuk végre be, vadonatúj helyzetben vagyunk, nincs vége az árak emelkedésének, éppen csak elkezdődött az új inflációs világgazdasági korszak. Az okok kutatása meghaladja a mai összejövetel kereteit. Azonban érdemes arra gondolni, hogy a számítások szerint $400 per hordónyi olajár alatt a világnak nem éri meg tömegesen átállnia alternatív energiaforrásokra, vagyis a legfejlettebb államok továbbra is kénytelenek, de képesek is fizetni a magasabb szegket. Az is nyilvánvaló, hogy a nyugati világ történelmének legerősebb gazdasági versenyével néz szembe. A globalizációban ugyanis fordulat állt be. A 20. század végéig előnyös volt a fejlett világ államainak vállalatai számára, azonban ez megfordult, és ma a globalizáció elsősorban az ázsiai országok számára hoz előnyöket. Ha Magyarország tovább tehetetlenkedik, véglegesen két tűz közé fog szorulni. Az új árrobbanásokkal tarkított inflációs korszakban a fejlett országok és a gyorsan emelkedő fejlődő országok közé fogunk szorulni. Ugyanis nem vagyunk elég fejlettek, hogy megrázkodtatás nélkül alkalmazkodjunk az új globális világgazdasági helyzethez, de a gazdasági növekedésünk sem éri el az ázsiai ütemet, vagyis azon az oldalon sem nyerhetünk hasznot. Másképpen fogalmazva, nekünk magyaroknak nincs annyi üzleti tőkénk és családi megtakarításunk, mint az Európai Unióban, illetve annak nyugati felén és az Egyesült Államokban élőknek, de az olcsó munkaerő sem lehet már versenyelőnyünk, úgy, mint ahogy az ázsiai országok esetében az. A helyzet súlyos. Családok százezreinek helyzete válik tarthatatlanná, újabb és újabb áremelések vannak a láthatáron. Magyarországon egységnyi jövedelem előállításához kétszer annyi energiára van szükségünk, mint az Európai Unió többi részén. A családi háztartások függése a földgáztól a legnagyobb az egész világon. A lakótelepek távfűtése sokszorosan drágább, mint az Európai Unió többi országának háztartásai esetében. Kormányzati programok hiány az élelmiszeráremelkedésből se a mezőgazdaság, se az élelmiszeripar nem fog profitálni. Ráadásul az új gazdasági korszak felértékelődő vagyona, a vízkincs is veszélyben van Magyarországon. Magyarország rendelkezik Európa második legnagyobb ivóvízkészletével, és Európa harmadik legnagyobb termálkincse is a magyar föld alatt van. Ezt a vagyont köztulajdonba kellene tartani. De már megtörténtek az első lépések a privatizáció irányába, hogy kivegyék ezeket a társaságokat a tartós állami tulajdon köréből. A vízkincs elprédálása fenyeget bennünket. Összefoglalva, az energiaárrobbanás, az új világgazdasági korszak eddig is súlyos válságjelenségeket hozott Magyarországra. De ez csak az eleje, és nem a vége az új korszaknak. A változások folytatódni fognak. Kiterjedésük mértéke ma még megjósolhatatlan. Annyit látunk, hogy új versenypályák nyílnak, új feltételekkel, új szabályokkal, új versenyzőkkel, újfajta versenyelőnyökkel és újfajta versenyhátrányokkal. A kérdés mindannyiunk számára így hangzik. A magyar gazdaságot elsodorják-e a változás hullámai, vagy képesek leszünk átvészelni, ne adj Isten egyiket, másikat meglovagolni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt is látnunk kell, azelőtt sem csukhatjuk be a szemünket, hogy ez a folyamat gyorsul. A következő hónapokban egyre nehezebb lesz megbirkózni vele. Komoly veszély fenyeget a világgazdaság felől, és ezt egyenesen ki kell mondani, ezt be kell vallani az embereknek. Ha ezt a különös átalakulást, világátalakulást, amely felénk közeleg, egyfajta új járványhoz hasonlítjuk, akkor elképzelhetjük, hogy nem mindegy, hogy ezzel a járvánnyal egy erős és egészséges, vagy egy végzetesen legyengült szervezetű embernek kell felvennie a küzdelmet. Egy erős és egészséges szervezet szinte bármilyen támadással szemben a siker esélyével veheti fel a küzdelmet. De milyen kilátásai lehetnek egy olyan embernek, akinek a szervezete, védelmi rendszere teljesen legyengült, lesoványodott, akit krónikus betegségek gyötörnek, akinek sajog mindene, és már alig van életkedve. Képzeljük el, milyen kilátásai lehetnek egy olyan országnak, amelyik a mieinkhez hasonló éveket tudhat maga mögött.
Hogy megértsük, milyen kilátásai lehetnek egy ilyen országnak, érdemes számba vennünk, milyen állapotban van ma Magyarország. Napokban egy rendkívül érdekes, érdekfeszítő előadást hallhattunk Csaba Lászlótól a Fidesz frakciójában, aki arról próbált bennünket meggyőzni, hogy a gazdasági válság kifejezést ne használjuk. Ne használjuk, mert a közgazdászok nem fogadják el. Szerintük ugyanis ilyen nincs. Nincs, mert nincs pontos definíciója. Majd kicsit frivol módon azt mondta, hogy olyan ez, mint a pornográfia, annak sincs pontos definíciója, de ha úgy látja az ember, akkor el tudja képzelni, hogy nagyjából ez lehet az. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy a professzornak igaza van. Lehet, hogy a közgazdászok szerint nincs exakt módon körülhatárolható gazdasági válság, és ilyen leírás senki sem adhat, de ha körülnézünk Magyarországon, akkor valahogy az a benyomásunk alakul ki, hogy ha van ilyen, akkor ez lehet az. Tisztelt hölgyeim és uraim, azzal ma már Magyarországon szinte mindenki tisztában van, hogy változásra van szükség. Politikai fordulat kell ahhoz, hogy az ország talpra állhasson. Ez bizonyította maga a népszavazás és annak sokakat meglepő eredménye. Ezt bizonyítják a civil kezdeményezések és a többség akarata, amely politikai fordulatot kíván. Én nem emlékszem arra, hogy 1990 óta akárcsak egyszer is előfordult volna az, hogy a magyar közvélemény egyértelmű többsége, nyugodtan mondhatjuk, hogy elsöprő többsége, az előrehozott választások mellett tör lándzsát. Egy olyan országban, amely inkább nyugodt emberek által lakott, és ahol a stabilitásnak, a kiszámíthatóságnak, a kormány csak csinálja végig a 4 évet gondolatnak, meglehetős tradíciói vannak. Hogy így áll a közhangulat Magyarországon, kedves vendégeink, annak az az oka, hogy az elmúlt 2 esztendő teljes kudarcot hozott. A semmire ment el 2 teljes évünk. Ma már mindenki látja, hogy Magyarországnak olyan kormánya van, amelynek politikája kudarcot vallott. Nem, hogy a válságot nem képes kezelni a kormány, hanem egyes intézkedéseivel maga mélyíti tovább. Nem csak arról van szó, hogy nem csinál semmit, hanem arról, hogyha csinál valamit, akkor az rossz, az árt az országnak és súlyosbítja a helyzetet. A kormányzat által meghirdetett, nagy garral meghirdetett intézkedések, újítások, ahogyan ők szeretik mondani, reformok, sorra kudarcba fulladtak. Mondok néhány közismert kifejezést, és érteni fogják, hogy mire gondolok. Egészségügy átalakítása, oktatás reformja, állam és közigazgatási reformok, az adócsökkentés kormánya, becsületszavamra mondom, munkahelyeket teremtünk, kormányzati negyed, 48.9.5 pont. Ezekben egy közös van, hogy semmi sem lett belőlük. Nulla. Nulla. Csak a pénz folyt el rájuk, de az számolatlanul. Súlyos 10, 20 és 100 milliárdok. Hazánkat az elmúlt években többször is leminősítették. Tekintélyes külföldi hitelintézetek. És most, amikor ismét ez a veszély fenyeget, ez tűnik fel a láthatáron, akkor a magyar kormány azt mondja, túl vagyunk a nehezén. Most már nincs szükség semmilyen komolyabb átalakításra. Jó pályán vagyunk, csak engedni kell, hadd szaladjon az ország. Észre kellene venni, hogy a kormány nem velünk, nem az ellenzékkel, nem az itt ülőkkel vitatkozik, hanem a világgal. És a világ pontosan tudja, hogy a magyar gazdaság még mindig súlyos beteg, és mielőbb védőoltásra van szüksége. Tegnap jött a friss diagnózis az ország állapotáról az infláció formájában, az inflációs adat formájában, amely, mint hallhattuk, lassan meghaladja a 7%-ot. Nos, kedves barátaim, itt érhető tetten a veszély. Európát is érinti a globális hatás, de az európai országok többsége elég erős gazdasággal rendelkezik ahhoz, hogy megvédje a polgárait. A mi inflációs növekedésünk viszont azt bizonyítja, hogy a mi gazdaságunk képtelen védelmet nyújtani az embereknek. Ezért kellene sürgősen változtatni. Képzeljék csak el, ha az elmúlt 2 esztendőben nekifogtunk volna a változásoknak, ha csökkentettük volna az adókat, ha új munkahelyeket teremtettünk volna, ha megkezdődött volna a korrupció visszaszorítása, ha beindult volna a gazdasági növekedés, akkor ma egészen más esélyekkel néznénk a jövőbe. Most nálunk sem lenne 7%-os infláció. De miután, akik felelősséget viselnek az ország sorsáért, egyfolytában rendkívüli módon elégedettek önmagukkal, nincs változás. Az önelégültség és az önbecsapás eredményeként szinte leállt a gazdasági növekedés.
Az elmúlt két év a magyar gazdaságot a szószoros értelmében padlóra küldte. Kedves barátaim, ilyen állapotban az energiaárak és az élelmiszerárak további robbanásszerű emelkedésével és annak következményeivel Magyarország nem tud megbirkózni. Folytatódni fognak az elbocsátások, a csődök, halmozódnak a kifizethetetlen háztartási rezsiszámlák, az egészségügy és az oktatás leépülése, a közbiztonság és az állam széthullása. Ezek reális veszélyek. Itt áll tehát egy legyengült ország, egy súlyosnak ígérkező gazdasági, világgazdasági korszak küszöbén, egy tehetetlen kisebbségi kormánnyal a nyakában, amely már csak arra jó, hogy megakadályozza a talpraállást. Persze, lássuk be, a kisebbségi kormánynak sem könnyű. Gondoljunk bele, semmit sem csinálni nagyon kilátástalan dolog, hiszen sohasem tudhatják, hogy mikor van készen. Pedig, kedves barátaim, pedig idő az már nincs. Sem kisebbségi kormányzásra, sem kicsinyes hatalmi játszmákra. A további időhúzás konzerválja az ország gyengeségét, és súlyos kudarcokat vetít előre. Az új korszak nem érheti fölkészületlenül Magyarországot. El kell indulnunk minél hamarabb a megerősödés útján, egyébként el fognak bennünket sodorni a hatalmas mértékű világpiaci változások. Nem arról van szó, hogy mi magyarok majd megfékezhetjük a változásokat, vagy hogy távol tarthatjuk az országtól. Arról van szó, hogy ha még időben nekilátunk, fölkészülhetünk rá, és talán felerősödhetünk annyira, hogy legyen reális esélyünk komolyabb károk nélkül átvészelni a nehéz időszakot, sőt, a változásokból adódó új lehetőségek némelyikét is talán a magunk javára fordíthatjuk. Ezek reális célok, abban az esetben, ha nem húzzuk tovább az időt. Az esélyek minden nappal csökkennek, a veszélyek minden elvesztegetett nappal nőnek. Ugyanakkor azt se feledjük, ha másból nem, hát a saját sorsunkból megtanulhattuk, hogy minden válság lehetőség is egyben. Aki át tudja vészelni, azelőtt új lehetőségek nyílnak meg. A válság leküzdése még nem maga a siker, de a siker elengedhetetlen föltétele. A válság leküzdése a kötelező kűr, utána jöhet a szabadon választott gazdaságpolitikai gyakorlat. Magyarország azonban néhány éve az egyre szomorúbb sikertelenség útját járja. Ha még időben lépünk és időben változtatunk, marad esély a sikerre. A válság súlyos, de nem kezelhetetlen. A válság kezelhető, elhárítható, vagy legalábbis orvosolható. Igenis, van, ami reményt és biztatást ad. Van, ami képessé tehet bennünket arra, hogy kilábaljunk, hogy átvészeljük, hogy kihozzuk belőle a lehető legtöbbet. Hiszen az ország egy sikert aratott, igaz csak egyetlent, de az igazi siker volt az elmúlt két évben. Ugyanis ez év március 9-én eddig soha nem tapasztalt összefogással sikerült megmenteni azt, hogy fogalmazzak így, társadalmi tőkét, szolidaritásérzést, összetartozásérzést, amely a felemelkedés ma egyetlen rendelkezésünkre álló forrása. Ezek után, kedves barátaim, már csak egyetlen kérdésre kell itt ma délután választ adnunk. Mi a megoldás ebben a helyzetben? Az elmúlt két év viharai miatt a ránk váró munka, a ránk váró feladat sok szempontból olyan, mint egy újjáépítés. Márpedig egy ilyen országos újjáépítés csak széles társadalmi összefogásból indulhat ki, és csak ilyen összefogással valósítható meg. Ehhez pedig, mármint az összefogáshoz, új egyességek kellenek. Mindenek előtt egy új gazdasági egyesség, amelynek sikerére éppen az adja a garanciát, hogy ott van mögötte az egész ország. Új gazdasági egyességet kellene kötnünk, amelynek az a lényege, hogy ezentúl nem hitelből és nem eladósodásból finanszírozzuk az országot, hanem gazdasági növekedésből, vagyis munkából. Egyességet kellene kötnünk, hogy az ország eladósodását megállítjuk, munkahelyeket teremtünk és megindítjuk a jelentős mértékű gazdasági növekedést. Mert abból lesz, a növekedésből lesz munka. A növekedésből lesz nyugdíj, értékálló nyugdíj. Növekedésből lesz forrás, amellyel támogatni lehet a családokat, és amellyel állami beruházásokat lehet finanszírozni. Növekedés, növekedés, növekedés. Ez az új egyesség gazdasági programjának a kulcsa.
Minden támogatást meg kell adnunk a munkahelyek teremtéséhez, és minden fölösleges gátat le kell bontani a munkahelyteremtő vállalkozások előtt. Az új egyességgel terveink szerint 10 év alatt 1 millió új legális munkahelyet hozhatunk létre, és ez a cél tényleges társadalmi összefogással megvalósítható. Akik számára ez illuzórikusnak tűnik, szeretném fölhívni a figyelmet, hogyha ezt megtesszük, 10 év alatt létrehozunk 1 millió új legális munkahelyet, akkor fogjuk elérni azt a foglalkoztatási szintet, amelyet az Európai Unió a maga számára célul kitűzött. Ez nem több annál, éppen csak annyi, mint amennyit az Európai Unió is vállal. Kedves barátaim! A válságot nyilvánvalóan a szocialista és a szabaddemokrata politikusok idézték elő. Az embereket, Magyarország polgárait a mai helyzetért nem terheli felelősség. Sem kevesebbet, sem rosszabbul nem dolgoztak az elmúlt 2 évben, mint korábban. A bajt a kormányfelelősséget vállaló politikusok idézték elő. Rendbe tenni azonban, mint mindig, ismét nekünk kell közösen, 10 millió magyar állampolgárnak. Mindenkire szükség lesz. Az új egyességnek része kell legyen, hogy a válságkezelés időszakában sem feledkezünk el azokról, akik már nem tudnak, vagy még nem tudnak munkát vállalni a munkaerőpiacon. Nem feledkezünk el a nyugdíjasokról és a gyermekekről sem. Ezért a válságkezelés időszakában is garantáljuk, hogy nem fordulhat elő még egyszer az, ami az előző évben, 2007-ben megtörtént. Vagyis, hogy a válságkezelésére hivatkozva csökken a nyugdíjak vásárló valóságos, reális értéke. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az új egyesség keretében az állami kiadásokat nyilvánvalóan csökkenteni kell. Mindenekelőtt a luxus kiadásokat, a propagandát és a korrupciós költségeket. Képtelenség, hogy nálunk minden legalább dupla áron épül, de még így sem készül el időben. Ez maga a korrupció, amit az új egyesség értelmében ki fogunk szorítani az állami beruházásokból. Az új egyességnek magában kell foglalni a bürokrácia jelentős csökkentését, a munkát terhelő adók és járulékok drasztikus csökkentését, az állam szerepének pontos meghatározását, azoknak a feladatoknak a listáját, ahol az üzleti érdekek nem írhatják felül a szociális biztonság és szolidaritás szempontjait. Egészség, egészségügy, oktatás, közigazgatás és a közbiztonság megszervezése, garantálása állami közfeladat kell, hogy maradjon. Az új egyesség röviden összefoglalva tehát azt mondja ki, hogy gazdasági növekedés kell a versenyképességhez, de gazdasági növekedés kell a szociális biztonság garantálásához is. Aki a növekedés programját támogatja, az a saját szociális biztonságára is szavaz. Ez az a pont, ahol létrejöhet a megállapodás szak- és segédmunkások, nyugdíjasok, gyermeket nevelők és szellemi foglalkozásúak között. Mi már megkezdtük az új egyességek megkötését. Tárgyaltunk a gazdasági élet szereplőivel, kis- és középvállalkozások képviselőivel, és az eddigi párbeszéd sikeres. Az idős és nyugdíjas szervezetekkel már meg is kötöttük az egyességet, amelyben vállaltuk, hogy a válságkezelés időszakában is garantáljuk a nyugdíjak értékállóságát, valamint, hogy nemzeti kockázat közösségen alapul majd az egészségügyi és a szociális ellátások rendszere. Ezt a politikát kell folytatnunk a nyár során és az előttünk álló hónapokban. Minél több csoporttal, szervezettel kell tovább gyarapítanunk a népszavazás 3.300.000-es igen táborát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az ország válságát sikeresen kezelő programnak merőben újszerűnek, új szerkezetűnek is kell lennie. A régi típusú kormányprogramok csúfosan leszerepeltek. A politikusok majd jól megmondják, a nép pedig ide-oda kapkodja a fejét. No, ez az, ami már a múlté. A siker, a kilábalás, a tisztességes életszínvonal és a boldogulás előföltétele a lerombolt közbizalom újjáépítése. Ezt a közbizalmat hagyományos kormányprogramokkal már nem lehet visszaszerezni. A közös célok elsősorban a gazdasági válság leküzdése jegyében létrejött egyességek összege. Ez lesz az új típusú és korszerű program. Ennek a kiinduló pontja, origója, centruma az Erős Magyarország című mindannyiunk által ismert Fidesz program. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, úgy vélem, a következő kormánynak nem az lesz a dolga, hogy kormányozza az embereket, hanem az, hogy az emberekkel kormányozzon. Vagyis a leendő kormánynak
nem csak mást kell csinálnia, de másként is kell csinálnia. Kereteket adni, bevonni az érintetteket, segítséget nyújtani. Legyen szó iskoláról, kórházról, a résztvevők bevonásával meg kell és meg is lehet találni a módját, hogy a szűkös keretek között is működjön, sőt bővüljön a bölcsöde, az óvoda, az iskola, a rendelő és a kórház. Kérem önöket, hogy emlékezzünk a rendszerváltás időszakára. Akkor még mindannyian tudtuk megállapodni, részvételt kínálni, bevonni. Ez a választott képviselő munkájának a lényege. A politikai közmunkás nem a féle politikai henteslegény, aki a nagy bárgyával ellentmondást nem tűrve hol ezt, hol azt hasít le a megszokott életünkből. Nem lehet úgy sikerre vinni a közös válságkezelő programot, hogy az emberek bevonása helyett távoli, méregdrága szakértők, semmire sem jó, a valóságos életet nem ismerő tanulmányaira akarunk támaszkodni, hogyha tőlük várjuk a megoldást. A népszavazás ezért történelmi jelentőségű. Ismét mindannyiunkat emlékeztet arra, hogy nincs bal és jobboldali munkanélküli, csak munkanélküli van. Nincs bal és jobboldali beteg, csak beteg, segítségre szoruló ember van. Nincs bal és jobboldali gázár, csak olyan gázár, amit mindenkinek ki kell fizetni. És nincs bal és jobboldali villanyár sem. Legfeljebb olcsóbb miniszterelnök és drágább állampolgári, de ez egy másik történet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A népszavazás megmutatta az irányt. Összejönni, szóba állni, közös megoldást keresni, vagyis, hogy ismét a rendszerváltás hangulatát és szóhasználatát idézzem, újra társadalomként gondolkodni és cselekedni. Ez a feladat vár ránk. Kedves barátaim, képzeljük el, mi lenne, ha jövő vasárnap tartanák Magyarországon az előrehozott választásokat. Persze, önök akkor nem ülnének itt, mert javában zajlana a kampány, a pártok versenyeznének, vitatkoznának, de már mindenki bízna a változásban, és mindenki érezné, hogy már csak karnyújtásnyira a lehetőség, hogy Magyarország új irányba induljon el. Ha most vasárnap tartanák az előrehozott választásokat, akkor akár július 1-től el lehetne kezdeni az adócsökkentést, aminek a hatásai már ebben az évben jelentkeznének, és ősztől sok-sok embernek lehetne legális munkahelye, akinek ma nincs, vagy feketén kényszerül dolgozni. Azonnal meg lehetne kezdeni a korrupciógyanús ügyek kivizsgálását, az állami nagy beruházások pazarlásának felszámolását, a felelősök kilétének felfedését. Mehetne a munka gyorsabban, gazdaságosabban, korrupciómentesen. Kedves barátaim, innen is látszik, hogy a mai kormány immár csak fék, a felemelkedés fékje. Nincs programja és nincs többsége. Jól látszik a jövő, amit a kisebbségi kormány kínál. Olyan, mint a jelen, csak sokkal hosszabb. Kedves barátaim, ezért azt is egyenesen ki kell mondani, hogy az új egyesség csak választások útján léphet életbe. Minél előbb lesznek a választások, annál előbb léphet érvénybe az új egyesség, és annál hamarabb foghatunk neki az új egyesség gazdasági program megvalósításának, vagyis az előrehozott választás, előrehozott siker Magyarország számára. Mindenki készen áll az új megegyezésekre, úgy látom, mindenki készen áll a változtatásra, kivéve a kisebbségi kormányt, amely megint hatalmas hitelt készül fölvenni, újabb milliárdokat akar propagandára költeni, és aztán majd, ahogy szokta, az emberekkel visszafizettetni. Várható a korábbi sikertörténetek folytatása. Lendületben az ország kettő, újra dübörög a gazdaság, és megint nagy a jólét, pannon, puma újra töltve. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, a magyar emberek nem ilyen kormányt érdemelnek. Mielőbb olyan kormányra van szüksége az országnak, amilyet az emberek megérdemelnek, mert törődik velük, mert ismeri a gondjaikat, mert segít nekik azok leküzdésében, mert mögöttük áll, mert megoldást kínál az ország előtt álló súlyos kihívásokra. Nincs tehát idő. A kisebbségi kormányzásnak akár holnap véget vethetnek a parlamentben lévő ellenzéki pártok, ha valóban ellenzékiek, és valóban felelősséget éreznek az országért. A Fidesz készen áll, és rajtunk nem múlik. A rejtőzködést, kedves barátaim, alig ha lehet folytatni. Szint kell vallani. Marad-e az SZDSZ a mutizásra szakosodott MSZP nevű betéti társaság kültagja, csendes társa, vagy végre az emberek oldalára áll, úgy, ahogy egy ellenzéki pártól az elvárható. Mi, akik itt ma összejöttünk, kedves barátaim,
Mi készen állunk Magyarország szolgálatára. Mi készek vagyunk arra, hogy életben tartsuk a reményt és életben tartsuk a jövőt. A Fidesz készen áll Magyarország szolgálatára, mert úgy érzem, hogy mi tudjuk, hogy a magyar emberek jobb életminőséget, magasabb életszínvonalat érdemelnek, és ha tisztességes kormányuk van, amelyikre számíthatnak, akkor azt el is fogják érni. Sok embert látok ma itt, akik alkalmasak arra, hogy Magyarországot szolgálják. Sok embert látok itt, akik Magyarország fölemelkedésért készen állnak arra, hogy elkötelezettséget vállaljanak. Akikben megvan a kellő tudás, alázat, tapasztalat és bátorság is, hogy megfeleljenek ennek a kihívásnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, egyszer nekünk már sikerült. Egyszer mi már véghez vittük. Egyszer mi már emelkedő pályára állítottuk az egész kárpát-medencei magyarságot. Ezt is mondjuk el mindenkinek, őszintén, egyenesen. Amikor a Fidesz kormányon volt, munkahelyeket teremtett. Jelentős gazdasági növekedést valósított meg, és ezzel élenjáró országgá tette Magyarországot Közép-Európában. Véghez vittük, tudjuk, hogy hogyan kell, és készen állunk arra, hogy megint véghez vigyük. Gazdasági kényszer van. Az előrehozott választásokra gazdasági kényszer van. Használják fel, használjuk fel mindannyian jól a nyarat. Készüljetek, készüljünk. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarok!